Sziasztok, drága fények! Hogyha szeretnél részt venni a minden fény elvonuláson, lehet, hogy több is lesz, úgyhogy bármikor is hallgatod ezt a videót, akkor lehet, hogy még van lehetőség eljönnöd. Most az első minden fény elvonulás az egy új helyen lesz, tehát nem ott, ahova mondtam az előbbi videóban, hanem egyikőtök talált egy olcsóbb szállást, ami valószínűleg jobb is lesz, mert úgy láttam a képeken, hogy eléggé a természetben van, vagy van egy nagy természet előtte, de természetesen, ha tudunk, akkor kimegyünk minél többször a visegrádi erdőbe. Ez a szállás körülbelül 6000 forint per nap, de ez nyilván több mindentől függ, mennyien vagytok egy szobában, stb. Bármit meg lehet oldani, tehát volt köztetek, aki írt, hogy most nincsen pénze, csak a szállásra, és az adományt nekem azt később, pontosabban én írtam neki, hogy később is odaadhatja természetesen, amikor már semmi problémát nem fog okozni. Szóval minden megoldható. Például mi is beadjuk a kutyáinkat kutyapanzióba, egy csodálatos kutyapanzióba. Ezt csak azért mondom, hogy én régebben teljesen másnak képzeltem el a kutyapanziókat. Nyilván többféle van, de ebben nagyon értenek a kutyákhoz, ebben a panzióban. Olyan kutya is jól viselkedett náluk, amelyik kutyát másik 5-6 panzióból már kitiltottak. Ők tudnak vele bánni, fotelekben, fűtött lakásban, télen fűtött lakásban alszanak a kutyák, szóval csodálatos életük van, és van egy óriási udvaruk, ott is rengeteget kint vannak a kutyák, ha az időjárás engedi, és pluszban még 2 órás sétára kiviszik őket minden nap. Szóval minden megoldható, csak az a kérdés, hogy te a szívedben azt érzed-e, hogy itt a helyed, és ha itt a helyed, akkor ha mindent megteszel, akkor minden segíteni is fog téged és mindenki, hogy itt legyél. Ha például gyermeked van, azt is biztos, hogy meg lehet oldani, babysitter, vagy testvéred, rokonod vigyáz rá, vagy van már ilyen, azt hiszem, hogy családi ovi, ahova be lehet adni, de van óvoda ügyelet is, úgy tudom. Jó, ha bármi kérdésed van az elvonulással kapcsolatban, akkor írj az e-mail címemre, amit nagyon sok helyen megtalálsz, e videó leírásában is. De egyébként a justin.matyas@gmail.com
és Justinnak kell ejteni egyébként e inkarnációm vezetéknevét. Jó van, szóval még egyszer mindent meg lehet oldani, a szállással is biztos, hogy lehet mindenről tárgyalni. Nagyon rugalmasak szoktak lenni a szállások, recepciósok, mindenhol a földbolygón általában, és szóval minden, velem is lehet beszélni, látjátok, tehát egyik őt, aki írt nekem, az azt írta, hogy egyszerűen nincsen pénze most erre, a szállásra is alig tudta összeszedni a pénzt, de nagyon szeretne eljönni. Hát én ezt imádom, nagyon boldog vagyok, amikor valaki, én ezt látom, hogy lelkes, és tényleg itt a helye, és hát persze, hogy jöhet, és mindent meg lehet oldani. Úgyhogy boldog vagyok nagyon, és nagyon fogok örülni, meg már most is örülök, hogy egyre többtökön látom, meg egyre többen írjátok, hogy milyen csodálatosan megváltozott az életetek, és a többieknek is meg fog változni. Természetesen akkor, amikor tényleg eldöntik, hogy boldogok akarnak lenni, és ezért olyan változtatásokat csinálnak az életükben, mindennapjaikban, olyan új szokásokat vezetnek be, és megváltoztatják a gondolkodásukat, hozzáállásukat, és tényleg a boldogság, a valódi teljes boldogságuk irányába indulnak el, de már a jelenben is boldogok. Mert a boldogság az a jelenben születik, és bennünk, benned születik. Szeretlek titeket, és legyetek nagyon boldogok már most. Sziasztok! Ja, még annyi, hogy tehát tényleg így minden, ha bármi információt nem mondtam esetleg, mindent megkérdezhettek e-mailben, de csak is e-mailben tudtok elérni. Tehát se hozzászólásban, se Facebook üzeneten, hanem e-mailben mindent meg tudunk beszélni, akár cserélhetünk telefonszámot is e-mailben, és akkor ott még jobban meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ha az első elvonulásra szeretnél jönni, akkor az eléggé sürgős. Tehát akkor hallgass a szívedre. Ja, és még annyi, mert ezt el kell mondanom, bár semmit sem kell, hogy a későbbiekben természetesen nem tudhatok semmit, hogy mi lesz. Tehát lehet, hogy nem lesz több elvonulás, lehet, hogy még 125 elvonulás lesz, szóval bármi lehet. Én nekem is azt kell tennem, amit legbelül a szívemben érzek, és mindent megteremteni ehhez. Úgyhogy még egyszer szeretlek titeket, és legyetek boldogok, akárhol is van a fizikai testetek a játékban, akár eljöttök fizikailag, akár csak tényleg a valóságban vagyunk egyek, szeretlek titeket, és legyetek boldogok, akárhol is vagytok. Sziasztok!